Jelenleg ebben a régi épületben működik a védőnői szolgálat Laskodon, de a közelben lévő orvosi rendelő épülete is lassan már 40 éves. Az elhasználódott, korszerűtlen épületekből a két szolgálat hamarosan egy új, modern egészségügyi házba költözhet, ennek alapkövét csütörtökön tették le. 60 milliós összköltséggel épül meg a beruházás. Ez önmagában tartalmazza az épületrészt teljes felszereltségével, és az épület előtti téren egy 10 beállós parkolónak a kialakítása, illetve kerítésnek a kialakítása, úgyhogy komplex építményként fog ezután szerepet tölteni a falu életében. Laskodon tavaly október óta betöltetlen a házi orvosi praxis. Az új egészségház, valamint a kormány praxis támogatása segíthet abban, hogy a település saját orvossal rendelkezzen. Magyarország kormánya különböző programokkal, többek között a praxis házi orvosi szolgáltatást nyújtók orvosoknak a fizetés emelésével próbálja meg vonzóvá tenni ezeket az úgynevezett üres vagy helyettesítéssel ellátott praxisokat. De emellett a mostani alapkőletétel egy olyan egészségház, egy kubatúrát, egy fizikális hátteret is nyújt, ahol azt gondolom, hogy jól fogja érezni magát az egészségügyi személyzet, aki a lakosság egészségügyi ellátását fogja szolgálni. Kovács Sándor hozzátette, a beruházás a kormány társadalom politikájával is összhangban van, amely szerint egészséges emberek alkothatnak egészséges társadalmat.